Egyedül nem megy címmel a turisztika és vendéglátóipari szakmák jövőjéről tartott kerekasztal beszélgetést a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum. A fenntartó intézményeinek e területen dolgozó tanárai, oktatói, illetve a szakma több jeles képviselője osztotta meg tapasztalatait arról, mi szükséges ahhoz, hogy jobban képzett tanulók kerüljenek ki az iskolákból, és nagy kihívás az ő szakmában tartásuk is. Az eseményen a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum főigazgatója bejelentette, a Sárvári Kálmán Technikumban koncentrálják a két egri képzőhely erőforrásait. Jelentős mérföldkőhöz érkeztünk. A szakképzési centrum hosszú távú fejlesztési koncepciója alapján, amelyet abszolút támogatott a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, illetve számos konzultációt folytattunk prominens Heves Vármegyei vállalkozókkal, akik a turizmus vendéglátásban dolgoznak. Ennek a jegyében a Szent Lőrinc Technikum és a Sárvári Technikum szeptember 1-től közösen erőforrás egyesítve fogja folytatni a turizmus vendéglátás ágazatban a képzéseket. Vitkóczi Marianna, a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési stratégiai koordinátora kifejtette, a szakképzési törvény és stratégia is kijelenti, hogy egy képzés úgy lehet eredményes, ha az elméleti és a gyakorlati képzés összhangban van. Ehhez naprakész tudás, piac által igényelt ismeretek szükségesek. Turizmus vendéglátás egy húzó ágazat, muszáj, hogy sokan tanuljanak. Itt tanulnak szinte a legtöbben is a szakmák közül, tehát nagyon fontos az, hogy azonos elveket valljunk, azonos gyakorlatot kövessünk, és ennek kialakítsunk egy jövőbe mutató együttműködését, irányát. Elhangzott, az egyeztetések folytatódnak, és április végéig a vállalkozások, a szakképzési centrum, valamint az iparkamara közös képzési tervet alakít ki.